Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, értemes lesz! Bonyhád a várostól távol eső, széltől védetnek tekinthető, szép természeti környezetben található lőtere, a vadászkoronglövészet Kisfelleg várává vált az utóbbi években. A szakág országos szövetsége is felfedezte magának a pályát, és már nem először rendezték itt a Magyar Kupa versenysorozat egyik fordulóját, most is élénk érdeklődés mellett. Létezik, mint sport, nem is akármilyen sport, olimpiai sportág, a koronglövészet, de létezik ennek vadászokra adaptált változata is, a vadászkoronglövészet önálló szövetséggel. Ám az egy picit más, mondhatni könnyebb, hiszen a lelövendő korongok nem olyan gyorsan és jóval közelebbről érkeznek, mint az abszolút versenysportnak tekinthető koronglövészetben, annak egyik változatában, a skeetben. De művelőinek, a vadászoknak ez is feladja a leckét. Sokan közülük egyáltalán nem tesznek próbát imigyen lövő, illetve célzó képességükről, de egyre többen vannak, különösen a fiatal vadászok között, akik hajlandók elmenni nem csak egy-egy versenyre, gyakorolni is hétközben, mert ennek pozitívumai előbb-utóbb visszaköszönnek sikerélményben a hétköznapi vadászatban. Az egymás közötti megméretés, a vadászkoronglövészet versenyei pedig érdekesek, hangulatosak, jelzésértékűek az egyén számára. Mint például a Magyar Kupa országos versenysorozat idei újabb bonyhádi fordulója is az volt. Egy bajai vadászházaspár férfi tagjára nem lehetett nem odafigyelni. Mind a 25 lövése ugyanis telibe kapta a piros korongot. Rajta kívül legfeljebb ketten-hárman voltak képesek ezen a napon az egész versenyen 100%-os teljesítményre. A kezdők, az amatőrök, a juniorok, a felnőttek, a szeniorok és a 65 év feletti veteránok több mint 500 vadász fölvonultató mezőnyében. Én azt mondom, hogy nagyon nagy szerencsém volt. Tehát szerencse is kell hozzá, és nagyon oda kell figyelni. A szélre mindig nagyon oda kell figyelni, egy kevés most is jelen volt. Nagyon sok jó lövő ezen szokott úgymond elvérezni, hogy pont akkor süt, mikor a szél megemelés lő egy alacsony neki, vagy éppen lenyomja a korongot és lő egy magasat, nagyon be tudja folyásolni. Most a széljárás nekem kedvezett, azt tudom mondani. Jó a társaság, azért szeretünk ide járni. Közelebbi korongok vannak, nekünk ez jobban fekszenek, mint a messzebbi korongok. Jó hangulatba telik mindig. A mezőny egyébként itt Bonyhádon is fölvonultatta a legjobbakat. A távolság, az utazás nem számít, nem akadály. A bonyhádi pálya remek fekvése, nyugalma, az általuk biztosított versenykörülmények évek óta ide vonzák a vadászkorongozókat, ami okkal tölti el büszkeséggel a rangos Magyar Kupa fordulónak már nem először otthont adó Bonyhádi Sportlövészklub vezetését. Békésebáról vannak, akkor Debrecenből jó páran, Egerből, Budapest környékén jó páran, akkor Székesfehérváron sokan jöttek, meg akkor Győrből is jöttek az, hogy páran, és itt Tolna megyéből is. A mezőnyben ott volt most is a Tolna megyei vadászok hírnevét öregbítő, hőgyészi lövő Pál Ferenc és az ex-hőgyészi Junkusz József is, akik országosan is hosszabb távon már a legjobbak közé tartoznak saját korcsoportjukban a vadászkoronglövészetben. Megkezdődött a mostanra regionálissá nőtt szekszárdi strandröplabda bajnokság. Már az első forduló a szokásos élénk érdeklődés mellett zajlott. A helyi, illetve Tolna megyei versenyzők mellett a mezőny fele a Dél-Dunántúrról, Bács-Kiskun és Pest megyéből érkezett. Új arcok minden egyes tornán feltűnnek, az amatőr strandröpiseknél terjed a három fordulós szekszárdi torna jó híre. Ott hagytuk abba a tavalyi szekszárdi strandröplabda bajnokságról szóló tudósításunkat, hogy köszönhetően a körülményeknek, a motiváló versenyrendszernek kinőtte előbb a várost, aztán a megyét is ez a rendezvény sorozat. És emetény a 2019-es háromfordulós bajnokság nyitányánál is örömteli módon felfedezhető volt. Hál' Isten, hogy most már évek óta
együtt dolgozunk itt a Szekszárdi Stranddal, meg a Szekszárdi Nonprofit Kft-vel, és nagyon sok mindenben támogatnak. Környékbeli vállalkozók is adnak díjakat, ezért nagyon sok ajándékot tudok kiasztani a végén. Csinálok A kategóriát, B kategóriát, és majdnem mindenki ajándéka fog távozni. A játék lehetősége az azonos tudásúak elleni színvonalas, több mérkőzésből álló küzdelem miatt jönnek már Dél-Dunántúrról is, megérintve Bács megyét, és most már Pest környékéről is van rendszeresen érkező. A tavalyról jól ismert Kiskunfélegyházi páros például hozott magával egy dabasi illetőségi játékost, aki Orgoványi barátnőjével alkotott a strandöplabdában is egy jó páros. Adott volt mindkettőiknél persze a teremröplabdás múlt. Táborfalva volt az összekötő kapocs kettőjük között, így is, úgy is. Van egy köztes város, Táborfalva, és akkor én oda kerültem Táborfalva pár edzésre, és akkor onnan Táborfalvaról ismerték az Orgoványiakat, és akkor így ismerkedtem én meg velük. Így jött az, hogy mi átjárunk, ők át szoktak jönni edzésre falvára, meg átmegyünk hozzájuk Orgoványra, hogyha nincsenek, meg kisegítjük egymást. Strandröplabdában komoly versenyen itt Szekszárdon debütáltak. Van egy páros, a Kuruc-Tomi Felföldi Edina páros, ők voltak tavaly is, és ők mondták azt, hogy hogy idén akkor jöjjünk el mi is, aha, hogy próbáljuk ki, hogy milyen. Felsőházasok lettünk. Nekünk már sikerélmény ahhoz képest, hogy először álltunk össze így, mert egy-két edzést játszottunk otthon, aztán ennyi volt a pómokon, aztán ennyi volt a tapasztalat, az összedolgozás. A szekszárdi immáron regionális bajnokság azért is vonzó, mert maximálisan kiszolgálja az igényeket, nem csak engedi például, hanem ösztönzi is a három főből álló csapatokat. És ez a felállás a kezdőket is jobban vonza. A röplabdát a főszervező, testnevelő Hercik Gábor jóvoltából nemrégen elsajátító szekszárdi illetőségű tolnai gimnazisták is 4 játékossal jöttek, 3 mindig a pályán volt, egy pedig várt a bevetésre. Szerintünk ez sokkal keményebb, mert itt ugye maximum 2 vagy 3 lehetünk, homokon játszunk, és szerintünk ez nehezebb. Érdekes, sokszínű generációk harcát is produkálja a szekszárdi strandröplabda torna, ami immáron regionális bajnoksággá terebélyesedett, és 2 forduló még biztosan hátra van belőle az idei szezonban. A PMFC is tartott sportnapközit a szünet első 2 hetében a Stadion utcában. A focitábort elsősorban a 7-12 éves korosztálynak szánták, mint egy szezonzárásként. A tervek szerint jövőre már az új Kovács-telepi komplexumban rendezhetik ezeket a sportnapköziket a szakemberek. A kis focisták a szezon során tanult taktikai elemeket gyakorolják épp játékos formában a focitáborban. A sportnapköziben több edző foglalkozott a gyerekekkel, és természetesen a korosztályoknak megfelelő feladatokat kapták a játékosok. Hát igazából focizunk nagyon sokat minden nap, próbáljuk a legjobb teljesítményünket, meg igazából nagyon sokat lábteniszezünk, meg különféle feladatok vannak. Például kapuba át kell ívelni a labdát, meg ilyesmik. Én nagyon élvezem. A Stadion utcában több helyszínen zajlott a focitábor. A kinti műfüves pályán, a Tekból asztalnál, és bent a teremben is voltak foglalkozások. A focik tetszenek nagyon, meg hogy néha-néha szoktam nagyon nagy gólokat rúgni. És... nagyon tetszenek ezek a feladatos, vagy a lábtengók, meg hogy itt lehetek. De a tábor természetesen nem csak a fociról szólt. Azt tetszik, hogy tegnap van ilyen rotyósok, ott volt egy rotyósok, és azt jelentett tiányítani, és valaki kitalálta, de én is ki akartam próbálni, és valaki tejbe locsoltam, hogy megijedt, és hogy oda fordítottam, hogy megijedt. A kis focistáktól megtudtuk azt is, hogy milyen volt az idei szezonjuk. Nekem az őszi idén ezen jól sikerült, a tavaszi kevésbé, de én azt mondom jövőre, ha megint egy ugyanilyen lesz, akkor örülünk. És azért mi az ország legjobbjai közé tartozunk, így az egész csapattal, tehát hogy azért valamennyire oda tudunk tenni, amennyit ők, tehát a nagy csapatok oda tesznek.
Nekem nagyon tetszett, és mondjuk volt olyan időszak, amikor egy picit gyenge voltam, de most már egy picit felszívtam magamat. A PMFC külföldi mintára a későbbiekben nem csak a nyári, hanem a tavaszi és az őszi szünetre is tervez sportnapköziket, és bekívánják vonni a nem igazolt tanulókat is. A bajnokság lezárta, illetve az iskola lezárta után két hétig megy, és hát a reményeink majd az az lenne, hogyha megépül Kovács-telepen a komplexum, akkor ugyanezt egész augusztusban szeretnénk majd bevezetni, viszont egyelőre ugye csak ez áll rendelkezésünkre, kint zajlik az építkezés, viszont ebben a stadionban augusztusban már a felnőtt csapat is, illetve a nagypályás csapataink is már edzenek, így nem marad hely a legkisebbek számára, de remélem, hogy ez jövőre megváltozik. A PMFC-hez egyébként, mint regionális központhoz, alközpontként a Mohács, a Szent Lőrinc, a Szekszárd és a Paks mellett a PVSK is csatlakozott, így újabb szereplővel erősödött a régió utánpótlás csapatainak együttműködése. Az edzőtábor második turnusa zajlik a PVSK dzsúdósainál. Az idősebbek már túl vannak a versenyek zömén, de azért még ősszel is akad fontos megmérettetésük. A szakosztály tavaly óta részt vesz egy esélyegyenlőségi és életpálya programban is, melynek célja a hátrányos helyzetű fiatalok integrálása. Eredményes fél évet zártak a PVSK dzsúdósai a centenárium évében. A legeredményesebb sportoló Kenderesi Péter volt, de több diákolimpiai helyezést is elértek a versenyzők. Hál' Istennek jól szerepelnek a gyerekeink, több diákolimpiai bajnokunk van, magyar bajnok, Kenderesi Peti megnyerte az Európa kupát, az ifjeink most már a harmadik Európa kupán vettek részt, most már győzelmekkel, ugye az elején kicsit döcögősebben indultunk neki az évnek, hiszen ők most nemrég váltottak korcsoportot, ifiből mentek át serdülő ifibe, és így hozzá kellett erősödniük, és nem csak fizikailag, hanem pszichésen is meg kellett erősödniük, hogy egy kicsit másabb mentalitással dolgoznak már itt a dominanciába kezdődő fiatalok, tehát ez a nagy kamaszkor, ahol elindulnak már a hormonok, mind fizikailag, mind szellemileg is már másként élik meg ezeket a történeteket. Az ifikkel és serdülőkkel Kersics Dávid foglalkozik. Az első fél évben egészen meg voltam elégedve, mivel hát a tavalyi évünk az egész gyengére sikerült sajnos, úgyhogy megpróbáltunk beerősíteni, és az első fél évben szerintem ez sikerült is, úgyhogy az eredmények is szépen jöttek, meg az edzésprogramokat is szépen meg tudták csinálni, úgyhogy azt mondom, hogy az első fél év az egész sikeres volt, és elég jól zártuk, úgyhogy most nagyon kíváncsian várjuk a második fél évet, hogy az is ilyen lendülettel fog-e működni, mert itt a gyerekeknél sokszor ugye nem lehet ezt kiszámítani, hogy éppen milyen periódusban vannak így az életükben is. Körülbelül úgy van, hogy ugye összesen ilyen 180 fővel dolgozunk, 180-200 attól, hogy az iskolai programokkal együtt olyan 200, és hát szerintem úgy osztható meg ez, hogy olyan 50-60 fő jut egy edzőre, akik így fixen ott vannak minden edzésen. Tehát egy ilyen 50 főt mondanék, akivel én is foglalkozom, meg az edző kollégák is, és hát korosztályok, illetve ugye a haladási szint szerint vannak beosztva. Én főként a diákversenyző, illetve a serdülő ifi versenyzőkkel foglalkozom. Kenderesi Péter tavaly az Európa kupán harmadik lett, diákolimpiát nyert, országos bajnokságon második, magyar kupán pedig első helyezést ért el. Idén még szebbek az eredményei. Nekem az Európa kupa egy nagyon nagy sikerem volt, mert ott azt sikeresen megnyertem. Én azt a versenyt nagyon vártam, és sokat kellett rá készüljek. Szerintem, ha jól tudom, még az országos bajnokságon van vissza. Azt azért még meg kéne nyerni, az nekem jól jönne, és szerintem még van is rá esélyem. Ligeti Márk tavaly a Budapest kupán harmadik helyen végzett, de idén is remekelt. Hát Kecskeméten volt egy diákolimpia, ott ötödik lettem. Utána pedig rá egy héttel körülbelül, ott volt egy junior diákolimpia, ott harmadik lettem, és amire legbüszkébb vagyok, az a Budapest kupa harmadik hely, mert az felér egy világbajnoksággal. Rácz Bálint idén nemzetközi versenyen is indult. Tavaly megnyertem az U15-ös Európa kupát Győrbe, azelőtt ott második lettem, kétszer nyertem eddig magyar bajnokságot. Idén ötödik lettem egy nagy nemzetközi versenyen Budapesten, ahol 30 nemzet indult.
A PVSK judó szakosztálya egy új esélyegyenlőségi programban is részt vesz. A keleti városrészen kívül az Ormánságba is eljutnak az edzők, és hátrányos helyzetű fiatalokkal is foglalkoznak. Ez a tanév során 50 gyereket jelent, akik közül az általános iskolások az esélyegyenlőségi programban vesznek részt, míg a középiskolásoknál ez a honvédségi életpálya modell része. Néhány gyerek a nyári táborban is részt tud venni. Az önvizsgatáborunk az első két hét az viszonylag nagy létszámmal ment, 70 fölötti létszámmal voltunk. Ott most volt a hivatalos önvizsga Kaposváron, ahol hál' Istennek mindenkinek sikerült a vizsgája, ennek nagyon örültünk. Itt, ami itt volt a tanulófokozatokból, itt is jól sikerült, és hát vissza van még a hétvégén a négy kiunk, a negyedik a narancssárga övre való vizsga, és reméljük, hogy azok is sikeresen bonyolódnak le. Itt is törekedtünk arra, hogy a peremterületeken élő sportolókat úgy vonzuk be a történetbe, hogy részt vegyenek, megkapják az esélyeket arra, hogy lássák, hogy nekik is van lehetőségük tovább menni más fokozatokra, fejlődni, sőt a nyári programokban nem csak a csellengők műsorában szerepelni, hanem aktívan részt venni abban a sportéletben, ami később reméljük, hogy már az életüké válik. Az igazság az, hogy kb. Ilyen 50-es létszámmal dolgozunk ebben, de magában az edzőtáborban 9-10 gyereket tudtunk behozni. Ugye itt van egy anyagi vonzata is, és nem csak az, hogy na most a tábor költsége, hanem a közlekedés, meg az egyéb dolgok. És amit a szülők föl tudnak belőle vállalni, pont ez a része volt az, ami nehezebb volt. Úgyhogy egy 10 fővel tudtuk azt csinálni, hogy őket bevonjuk ebbe a történetbe, és hál' Istennek nagyon jól érezték magukat, viszik a jó hírünket, szeptembertől az iskolákba dolgozunk tovább, sőt, bővítjük a repertoárunkat, és a PVSK nagyon pozitívan áll a dologhoz, ezt hozzá kell tennem, tehát Szerpán István elnök úrunk is most ugye azon dolgozunk, hogy az új termet olyan programokkal, nem csak létszámmal, hanem tartalommal is megtöltsük, ami esetleg a környezetünket egy kicsit erősíti. Egyre nehezebb lesz a feladatunk, de a sportolóknak egyre könnyebb lesz a léptük ettől a történettől az életben. Sajnos nem mindenkinek sikerült jól az első fél év. Böngyik Annát, aki tavaly serdülőlétére megnyerte a junior és felnőtt magyar kupát, idén egy sérülés hátráltatja. A hátamnál volt egy sérülésem, a derekamnál pontosabban. Még egyelőre nem tudják pontosan, hogy mi baja van. Lassan már fél éve erősítek, csak kondizok, most nemrég elkezdtem már dobálni is. Tavaly az Európa Kupán harmadik lettem, az ifi diák olimpián harmadik és a junior diák olimpián második. A PVSK judósai július 21-e és augusztus 4-e között Orfűn edzőtáboroznak majd. 6 héten át tart foci tábort a pécsi sportolda ese. A második turnust az U7-U9-es korosztálynak szervezték, de óvodások is részt vettek a sportnapköziben. A fiúk és a lányok együtt rúgták a bőrt. A pécsi sportoldában az általános iskolás korosztállyal foglalkoznak, nem csak fiúkkal, hanem lányokkal is. A gyerekek lelkesek, tehetségesek, és minden csoportban elegen vannak ahhoz, hogy minőségi munkát végezhessenek az edzők. Ez az U7-U9 korosztály. Hát itt azért olyan nagy feladatok még nincsenek meg táborban, és ez a jellemző, hogy mi nagyon nagy kemény feladatokat csinálnak, kis ilyen technikai dolgok vannak, kis egy-az-egy kapuralövések, délután meg főként játék van csak. Minél komolyabban, ugye a vegyes a korosztály, valaki focizik, valaki még soha életben focizott, aki nem focizott, az a próbálja megszeretetni egybe a labdarúgást, aki focizott, az persze próbálja fejleszteni. Hát hárman tudtuk beosztani, mert a többi edzőnek vagy dolgozik, vagy elutazott, Guszti, Soma, meg én vagyok, és akkor így felváltva, amikor a kép ráérő, mindig van egy fix, és akkor kell egyenlőnek neki segíteni. Előző táborok is jellemző volt, most is már szóltak gyerekek, hogy akkor szeptemberben szeretnék elkezdeni futballt. Ez egy ilyen jó toborzó sportolának mindenképpen. Ami úgy van, női csapatunk, így minden táborról van lány. Ez a tábor, ahol a legkevesebb lány van, mert ugye U7-U9-ben kevés lányunk van, de a többi tábor van, ahol felesben van, fele fiú, fele lány. Hát szerintem a sportának legnagyobb kulcsa, hogy nagyon családias az egész. Ismer mindenki mindenkit, az edzői brigális barátok vagyunk, nincsen széthúzás, hát így egyfelé húzzuk a szakeret, ez talán a legnagyobb titkunk. Ott jártunkkor éppen készségfejlesztő gyakorlatot kellett végrehajtaniuk a gyerekeknek. Zétinek ez a kedvenc feladata. Hogy így fel kellett passzolni, és aki felpasszolta, az volt a védő, utána fel kellett menni a bójához, és felpasszolták, és akkor én voltam a támadó. Hát megyünk ebédelni, meg reggelizünk, meg
meg meccsezünk, meg bemelegítéseket csinálunk, csinálunk versenyeket. A legkisebbek lelkesen végzik a feladatokat, hiszen mindenük a foci. A napköziben délelőtt 2, délután pedig 1 edzést tartanak a gyerekeknek a trénerek. Nekem a kedvenc feladatom a kapura lövés, amikor ki kell cselezni a másik embert és belőni a kapuba. És én már kb. 1 éve focizom itt. Én vagyok általában a védő, sok gólpasszt szoktam adni. A gyerekek többsége természetesen nagy focista szeretne lenni, de már a legkisebbek is tudják, hogy ehhez nagyon sokat kell dolgozniuk. A nyár folyamán összesen 6 edzőtábort tartanak a pécsi sportoldában, de mindegyiket más-más korosztálynak. 100 éves a PVSK és 75 éve alakult az Egyesület kosárlabda szakosztálya. A 2. évfordulót bajnoki bronzéremmel ünnepelte a PVSK család, ráadásul a nemzetközi kupa szereplést is vállalja a gárda a 2019-20-as szezonban. Fantasztikus szezonon van túl a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata, hiszen a centenáriumi évben bronzérmes lett a gárda. A szezonzáró rendezvényen az Egyesület vezetősége megköszönte a csapat és a szakmai stáb munkáját, valamint a támogatók segítségét. Ráadásul az eurobasket.com az év edzőjeként Csirke Ferencet nevezte meg. A csapatra és a vezetőedzőre most a megérdemelt pihenés vár, de természetesen az új játékosokat folyamatosan keresi a szakmai stáb. Csirke Ferenc családja jól veszi az akadályokat. Az akadályokat ugyanúgy veszik, mint az elmúlt szezonokban. Ugye végülis nekem ez az életem, amikor játékos voltam, akkor ugyanez volt. Nem tudok elég hálával nem tartozni nekik, hogy nem tudom kifejezni, hogy mennyit tudnak segíteni, és hogy mennyire nagy támaszaim ők nekem, és megkönnyítik azt a munkát, amit itt a csapattal meg tudok csinálni. Tudom, hogy egyszer-kétszer az idegbaj kerülgeti őket az enzim viselkedésem miatt, de hát nincs most választásuk. A csapat tagjai is maximálisan elégedettek a harmadik helyjel. Hát szezon előtt ezt mondták volna, hogy harmadik, akkor biztos, hogy elfogadjuk. Ugye voltak mélypontok is, tehát még az sem volt biztos, ugye, hogy akár 8-ba vagy 5-be be tudunk jutni, tehát mondhatjuk, hogy pozitívum, de nagyon jól szerepeltünk, ugye az elődöntőben is egy 5. meccsre kényszerítettük a körmenet, ami azt gondolom, hogy tényleg mindent felülírt volna, hogyha ott nyertünk volna, de szerintem nincs hiányérzet senkiben, úgyhogy boldogok vagyunk. A vezetőség döntése értelmében azzal a történelmi lehetőséggel, hogy nemzetközi kupában szerepeljen a csapat, élni fognak. Ezt hivatalosan július 2-án jelentette be a város és a centenáriumát ünneplő PVSK. Nagyon nagy dolog, aki a pécsi sporttörténelmet figyelemmel kíséri, tudja, hogy férfi szakákban ez az első alkalom, hogy a PVSK nemzetközi megmérettetésbe is részt vesz. Nyilván ez nekünk is nagyon fontos, de úgy látom, hogy a városnak is nagyon fontos. Ezért is örülök ennek a közös sajtótájékoztatónak, ahol demonstrálhattuk azt, hogy együttesen tudjuk biztosítani az indulás feltételeit, és hát reményeink szerint a küzdelmekben, mind a selejtezőkben, mind a csoportküzdelmekben helyt is tudunk állni. Az Egyesület sikere Pécs sikere is, ezért a városvezetés extra anyagi támogatásáról biztosította a klubot. Hát igazából azzal kezdeném, hogy a nagy öröm számunkra az, hogy ez a bronzérem önmagában is egy nagy fegyvertény, de épp abban az évben lett ez realitás, amikor a PVSK 100 éves születésnapját ünnepli, tehát mindenképpen ezt a ünnepet jobban bearanyozza, vagy bebronzozza, lehet inkább stílszerűen fogalmazni, ez a harmadik helyezés. Mindenképpen egy fontos dolog, tehát a város sport szempontjából ez az eredmény. Mindenki nagyon örült ennek, szerintem város szert ennek az eredménynek, és igazából abban reménykedett mindenki, hogy meg is kapjuk azt a jogosítványt, a csapat indul a nemzetközi porondon ezek után. Ez így is történt, a szövetség értesítése megérkezett, tehát indulhatunk a Európai Kupában. Ennek a pontos részletei nem ismertek, mert a sorsolásat még hátra van, de egészen bizonyos, hogy a város az egyébként szokásos támogatásán túlmenően, tehát extra formában ad támogatást erre a lehetőségre, tehát segítjük a PVSK-t abban, hogy anyagi értelemben ne legyen hátránya, vagy akadály annak, hogy induljanak a kupában, tehát ezzel nem fog van a jó szereplés. Amennyiben nyilván ez egy talán nem várt módon
akár még a reméltnél sikeresebb lenne, akkor nyilván ez a támogatás akár nőhet is, hiszen akkor a tovább lép a csapat, akkor ezt szintén támogatni kell. Ez a jövő zenéje természetesen, de készülünk akár erre a helyzetre is. Természetesen a vezetőség már elkezdte építeni a 2019-20-as szezon csapatát, és már a legfontosabb dátumok is megvannak. Ugye az első legfontosabb dátum, hogy a Kosárlabda Szövetség leadta a nevezésünket szándéknyilatkozatban, az júli 1-je volt. Itt júli 8-áig magának a csapatnak kell nevezni és regisztrálnia. Itt van egy 10.000 eurós bankgarancia, amit be kell mutatni a FIBA felé. A sorsolás az júli 24-én lesz Münchenben, és utána szeptember 16-án kezdődnek el a selejtező mérkőzések, és majd utána, hogyha selejtezőből csoportkörbe tudunk bejutni, akkor ott a csoportkörbe a következő mérkőzések jönnek. A PVSK Veolia jövő évi keretének kialakítása folytatódik, de Pongó Máté, Horti Bálint, Andrea Csirics, Justin Aston, Ruják András, Antóni Csanád, Bíró Levente és Dragasevics Veiko biztosan a pécsi csapatban játszik majd. Ez volt erre a hétre a pálya. Jövő héten találkozunk. Viszontlátásra!